A Breakthrough 2021 gyakorlat szakmai napján a Magyar Honvédség új haditechnikai beszerzései egy statikus bemutatón és egy éles lövészettel egybekötött szárazföldi és légi mozzanat közben is bizonyították, hogy megfelelnek a kor kihívásainak. Mi katonák azt szoktuk mondani, hogy a új technika mindig a legjobb a katonáknak, és minket az idősebb generációt, akik korábban vezettük a Magyar Honvédséget, nagy örömmel tölt el, hogy egy ilyen haderőfejlesztési program elindult. A mi időnkben sajnos nem sikerült a politikai akaratot és az anyagi lehetőségeket összehozni, az mára megtörtént. Tehát ma a Magyar Honvédség egy történelmileg soha nem látott haditechnikai és szervezeti korszerűsítésen, fejlesztésen megy keresztül, ami úgy gondolom, hogy néhány év múlva fog igazából beérni. A mostani gyakorlat, amire minket itt meghívtak, és lesz itt haditechnikai bemutató is, ezek a legkorszerűbb eszközök, amelyek most beszerzésre kerülnek, és ez biztosítani fogja hosszú távon a Magyar Honvédségnek a hatékony működését, és azt a feladatrendszert, hogy végre tudja hajtani, amit az ország védelme megkíván. A szakmai napon a Honvéd kadétprogram közel 300 kadétja is részt vett. Az ország különböző területeiről érkező kadétok közelről is megismerkedhettek a Magyar Honvédség kötelékébe érkező új technikai eszközökkel. Én úgy gondolom, hogy mind szárazföldi, illetve légierőben nagyon sokat fejlődött a Magyar Honvédség, és úgy gondolom, hogy az egyik legütőképesebb csapatunk lehet. És nagyon örülök, hogy ma én is beletartozhatok ebbe a csapatba. Nagyon szeretek kadét lenni, és a továbbiakban is szeretnék itt maradni. A Breakthrough 2021 szakmai napja egy éles lövészettel egybekötött harcászati mozzanattal zárult, amelynek során a képességintegráló gyakorlatra összeálló lövészzászlóalj a legkorszerűbb és a korábban rendszeresített technikai eszközök integrálásával bizonyította rátermettségét.